Itt a kutyapártnál azért alapvetően próbálunk olyan dolgokkal foglalkozni, amikkel tudunk is kezdeni valamit. Nem vitatom, marha érdekes, hogy egy 1 vagy 2%-os párt mit gondol az egészségügyről vagy az oktatásról. Csak úgy gondolom, hogy viszonylag felesleges mindezzel foglalkozni. Ennél jóval hasznosabb, ha az ember akár egy padot felújít, vagy épít egy buszmegállót, vagy akár virágot ültet. Hogy fogadják az emberek ezeket a padfelújításokat, vagy a kátyúfestéseket például? A kátyúfestésnek örülnek, ugye ott a rendőröknek szoktak problémái lenni, mikor jönnek már a lakosságtól, folyamatosan meg kell védeni őket. A padok is érdekesek, amikor legutóbb például a körúton Budapesten újítottunk fel padokat, akkor egy járókelő konkrétan teljesen meglepődött, hogy valaki felújítja ezeket a padokat. Később kiderült, hogy miért, mert az önkormányzat szerint a fővároshoz tartoznak, a főváros szerint pedig az önkormányzathoz, úgyhogy mostantól hozzánk tartoznak ezek a padok szerencsére. Akkor most már nem csak 298 ezer kedvelőtök van, de van egy csomó padotok is. Mit gondolsz, ez a 298 ezer ember elég lesz ahhoz, hogy bekerüljetek a parlamentbe? Hát természetesen igen, ugye nekünk egy problémánk van, hogy jelenleg ugye 117%-on áll a párt, és 100% fölötti eredménnyel a hatályos jogszabályok szerint nem lehet megnyerni a választást, tehát nekünk most az a dolgunk, hogy leküzdjük 100% alá a támogatottságunkat. És mit gondolsz arról, hogy esetleg valami törvénymódosítást a mostani pártokon keresztül véghez vinni, hogy 100% alatti támogatással ne lehessen bekerülni, csak mondjuk 110% fölött, és akkor nem kell ilyen felesleges dolgokkal foglalkoznotok, mint leküzdeni a népszerűségeteket? Igen, ez jó ötlet lenne, valami ilyesmi fajta jogszabálymódosítás. Ugye úgy tűnik, hogy ezt valószínűleg parlamenten kívül könnyebb is csinálni, mint a parlamentben. Erre remek példa Vágó Gábor, aki sokkal többet tudott elérni, mióta nincs a parlamentben, mint mikor még a padsorokat koptatta. Azokat a padsorokat, amiket ti felújítatok? Nem, a parlamenti padsorokat még nem tudtuk felújítani, de ezért is lenne jó, ha bejutnánk a parlamentbe, mert végre rendbe tudnánk tenni ott a dolgokat. Szintén fontos lenne még, hogy be tudjunk jutni, mert nagyon olcsó a büfé, nem tudom, tudják-e az emberek, 8-900 forintért egy finom kétfogásos ebédet lehet tenni a parlamentben a képviselőknek, úgyhogy ha bejutunk, akkor ezt majd nagy ipari szinten, nagy mennyiségben kihordjuk a parlamentből. Arra még nem gondoltatok, hogy augusztus 20-án jussatok be, hiszen akkor mindenki bemehet. Hú, bevallom, hogy voltam már bent korábban, mert vannak képviselő ismerőseim, és akkor ettünk is, igen, tehát megadatott már szerencsére. Szóba került itt a pártfinanszírozás, és ti azt hangoztattátok, hogy egyszerűen megoldjátok a tavaszi kampánypénzt, egyszerűen szétosztjátok magatok között. Most mi ebben a helyzet? Igen, kicsit félrement a dolog, tehát én alapból azt gondoltam, hogy mi ezt nem fogjuk megcsinálni, csak így bemondjuk, hogy majd szétosztjuk a kampánypénzt, ez tök jó hangzik, örülnek az emberek, ránk szavaznak, közben hát majd nyilván ellopjuk ugyanúgy, mint a többi párt. Aztán kiderült azóta, hogy sajnos a párton belül a többiek ezt komolyan gondolták, és ki is írtuk a pályázatot, úgyhogy sajnos igen, tét fogjuk osztani a kampánypénzt, várunk mindenféle pályázatot egyébként november 30-áig. Kik pályázhatnak? Gyakorlatilag bárki pályázhat, a magánszemélyek, civil szervezetek, vagy akár pártok is, tehát reméljük akár a CÖF vagy a KDNP is nyújt majd be pályázatot. Mészáros Lőrinc? Természetesen ő is, ugye nála talán az lenne a legszerencsésebb, hogyha arra pályázna, hogy hogyan tudja szétosztani a vagyonát. Ez nyilván nem olcsó, de mi ezt szívesen támogatnánk a pályázati kampánypénzből. Az előbb ott bent a beszélgetésben kiderült, hogy egy valamiben hasonlítatok Mészáros Lőrinchez, mégpedig nagyobb az adósságotok, mint a vagyonotok. Hogy is van ez? Igen, hát mi ugye alapvetően közösségi finanszírozásban működünk, és jelenleg éppen mínusz 400 ezer forint körül járunk, ami azért is hát különösen vicces, mert ugye most arra gyűjtünk pár ezer forintokat emberektől, hogy ki tudjuk plakátozni azt, hogy szétoztunk, nem tudom, 300 millió forintot, de hát ez is megadatott. Mi lenne, hogyha azt a pénzt inkább nekem adnátok, és nem kellene elkölteni akkor a plakátolásra a pénzt? Hát ez nyilván attól függ, hogy ebből te mennyit tudsz nekünk visszaadni, tehát ezt valószínűleg kamerán kívül kell majd megbeszélnünk. Visszaadni, arról nem volt szó, hogy vissza is kell adni. Hát ez a pártfinanszírozás. Ez nem az, hogy a párt ad, hanem hogy a párt kap, ugye alapvetően. Kezdesz úgy viselkedni lassan, mint egy politikus. Talán te is belegebednél abba, hogyha 8 évig úgy kellene tenned, mint hogyha kormányoznál? Hú, ez nehéz kérdés. Mi hál' Istennek megtehetünk olyanokat, mert hogy úgymond vízpártnak tartanak minket, amiket mások nem. Tehát ha például mi a passzivistáink, mondjuk a saját kertemet rendbe rakják, az valószínűleg tőlünk elfogadható ellentétben a többi párttal. Kert? Miért ti szerettek kertészkedni? Hát igen, ezen én is meglepődtem egyébként.
hogy az alapvetően úgy működik a kutyapárt, hogy tök sokan jelentkeztek hozzánk, hogy valamit csinálnának, és itt a valami az idézőjelben van és nagybetűvel, és mi próbáljuk kitalálni, hogy miket tudnánk együtt csinálni, ami nekik is jó, és hát nem tudom, mondjuk a városok is szebbek lesznek tőle, meg egy kicsit jobb lesz a hangulat az országban. És valóban ez a gerilla kertészkedés, ez az, amit talán a legsikeresebb iparág jelenleg a kutyapártnak. Nem is tudom már hány városban, meg tényleg több száz helyen sikerült ültetni növényeket a nyáron. Egy utolsó kérdésem van, a két farkú kutyánál ott már valóban a farok csóválja a kutyát? Ezt mi utólag tudtuk meg, tehát alapvetően ez egy génkutató intézet hátsó kijáratánál levő szemétdombon élt ez a két farkú kutya, háromfejű kakassal és hasonló mutáns lényekkel. Szerencsé, hogy a kutyát választottuk, és nem a kakast. De utólag megtudtam, hogy van egy ilyen angol mondás, hogy someone is happy as a dog with two tails, tehát amikor a kutya igen gyorsan csóválja a farkát, akkor az kettőnek tűnik, úgyhogy utólag lett értelme a dolognak ilyet informán is. Becsaptalak, már van még egy kérdésem. Van veled egy kutya, aki a miniszterelnök jelöltetek lesz, viszont ott benne elmondtad, hogy csak embereket lehet jelöltnek állítani. Most akkor mégse lesz a kutya a miniszterelnök jelölt? Ez egy félreértés. Ugye ezek a választáson induló jelöltek, akik jelenleg csak emberek lehetnek. Ezt amúgy mi természetesen meg fogjuk változtatni, amint kormányra kerülünk. Szavazati jogot adunk a kutyáknak, és szerintem ezzel egy 4-500 évre be tudjuk betonozni a hatalmunkat. Miniszterelnök pedig a tudomásom szerint ma is lehet kutya. Ajkán, mivel fogtok kampányolni? Nagyon érdekes volt látni, ahogy hullanak itt ezek a korom darabok Ajkán. Mind a mellett, hogy ez nagyon esztétikus, ezért lehet, hogy van vele egy kis probléma, úgyhogy lehet, hogy érdemes lenne valamiféle tetőszerkezetet építeni a város felé, ami megfogná ezt a kormot. Ha erre nem lenne pénz, akkor viszont mindenféle bevándorlókat lenne érdemes ide költöztetni, mert ugye hát úgyse ismerni fel a sok fekete ember közt, hogy ki a helyi és ki a bevándorló. És esetleg arra nem gondoltatok, hogy ledugózni a kéményt, az lenne a legegyszerűbb? De arra is gondoltunk, hogy a legegyszerűbb az lenne, hogyha ledugóznánk a kéményt.